Sziasztok, se Zsolt vagyok, és te kettőt nézitek. A mai nap az Utah Boxnak a Defender Series nevezetű iPad mini tokját fogom nektek bemutatni. Ahogy azt itt a dobozon is látható, itt a kis ikonok mutatják, hogy szinte majdnem mindenféle sérüléstől védi ez a tok a készülékünket, legyen az akár lejtés, por, vagy karcolás, egyedül a víztől nem tartja biztonságban ez a tabletünket. A dobozt kinyitva találunk benne egy felhasználói útmutatót, ami pár egyszerű képelőrusztrált lépésben megmutatja nekünk, hogy kell felhelyeznünk ezt a tokot, valamint egy kis üdvözlői szöveget több nyelven, és még itt a hátulján találunk egy illusztrációt arról is, hogy milyen féleképpen tudjuk beleállítani ezt a tokot a dokkolójába. Maga a készülék így néz ki. A borítása kemény műanyag. Az elején itt találjuk a dokkolót, ami utazás közben tökéletesen funkcionál kijelzővédőként is. Itt látható, hogy itt tudjuk majd benne ledokkolni a készülékünket. Ezt így letesszük, itt ezt a kis állítót felnyitjuk, és akkor többféleképpen tudjuk beleállítani ebbe a készüléket. Tehát egyszer van így. Ez látható is. Ugyanezt meg tudjuk csinálni a másik oldalról. Akkor laposabban fekszik az iPad, kényelmesebben lehet mondjuk így rajta gépelni. Tehát itt látható, hogy milyen szöget zár be. Valamint ezt még meg lehet ismételni állítva is. Tehát egyszer így. És még elméletileg így is bele lehetne tenni, ami, hát nem tudom, nem nagyon, hát végülis itt beakad. Hát helyek közel elmegy, de nem a legjobb különben, de itt látható a papíron, hogy így is le lehetne benne állítani, viszont ez, hát számomra ez kérdéses, hogy ez így megállna majd iPad-del is, mindjárt megnézzük majd azt is. Magát a tokot egy külső gumiréteg védi, amit minden saroknál le kell róla hámozni. Szépen végig körbe az összes sarkánál, valamint itt még a home gombot is ez fedi. Így is van, meg is volnánk, és akkor még itt találunk egy kemény műanyag borítást, amit továbbra azt is szét kell szedni. Ez pedig több oldalon van fogatva, mint látható minden saroknál, plusz még oldalanként kétszer. Szóval egész elég körülményes rátenni a készülékre. Viszont hogyha tényleg egyszer rajta van, akkor biztosak lehetünk benne, hogy jól fogja védeni a tabletünket. Ja, ez is megvan. Láthatjuk még, hogy belül, hogy ne karcolója hátul a készüléket, ilyen kis puha borítást kapott. Az iPad-et szimplán így belehelyezzük. Láthatni, hogy pöcre pontosan bele is illik, nem hagy neki mozgásteret. A tok az abból a szempontból jó, hogy nyilván nem tud benne karcolódni a készülék. Szépen visszahelyezzük rá a műanyagborítást, minden sarkon jól rápattintjuk. Meg is van, és akkor jöhet a gumiborítás. Amit szintén
minden oldalon és minden soroknál rá kell helyezni. Nem egy egyszerű meló, meg kell vallani. Jó, és akkor még itt lesz a home gombnak is, ilyen kis fedő része, azt is berakjuk. Így is van, valamint még itt látható, hogy a lighting kábelnek egy ilyen kis ajtóval van megoldva a helyen, látható, hogy mellette a hangszórók azok ki vannak vágva, ugyanígy oldalt a némító gombnál is ezt a megoldást találjuk, a hangerőt tudjuk szabályozni ezekkel a gombokkal, a mikrofonnak hagytak helyet, valamint a jack bemenet is ilyen kis ajtóval van ellátva. Így is van, rá is sikerült raknom ezt a tokot. Látható még, hogy vékony műanyag, átlátszó műanyag réteg borítja a kijelzőnket, ez is védi a karcolástól. De teljesen jól használható benne, igazán lehet érezni, hogy akadályozna ez a munkában. Amit itt oldalról észre lehet venni, hogy azért eléggé megnövelte az iPadünknek a szélességét, viszont abban biztosak lehetünk, hogy rendesen meg fogja védeni a tabletünket. Ja igen, amit még elfelejtettem megmutatni, hogy itt nyilván a kamerának kivágva maradt a hely, úgy szintén az előlapi kamerával is ez a helyzet. Svejt Zsolt voltam, ez volt az Otterboxnak a Defender Series nevezeti tokja iPad Minihez, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!